Köszöntök mindenkit december 23-án is. Már csak egyet kell aludnunk szentestejéig. Az örömteli várakozás, amely az egész adventi időszakot áthatotta, holnap kiteljesedik. Azonban addig még az utolsó simításokat el kell végezni a lakáson, a konyhában, a vásárlásban. Ebben a véghajrában szokott az ünnepi begli elhasadni, a leves kifutni, a fenyőtalp elrepedni, a fényfüzér kiégni, az ajándékrendelés elkeveredni, és mindennek tetejében ebben a feszültségben szokott a legtöbb veszekedés megtörténni. Inni? Megéri? Vagy ezt az energiát fektessük másba, és a balul első dolgokat engedjük el, egyet legyintsünk, fújjuk ki magunkat és élvezzük azt, ami igazán számít. De hogyan engedjük el a berögződéseinket, a régről hozott szokásokat, amelyek lehetnek szépek, de lehetnek békjók is? Hogyan éljük meg az ünnepeket? Mindezekről mai meghívottunk dr. Kádár Anna Mária pszichológus fog beszélni, szeretettel köszöntelek. Én is köszöntöm a kedves nézőinket. Szenteste előtti véghajrában vagyunk, és az egész világ ebben van, kilépünk az utcára, és azt látjuk, hogy valóban véghajrában vagyunk. Nagyon sok szokást hozunk, szép szokásokat, viszont olyan szokásokat is le hozunk, amelyik lehet, hogy ma már meghaladnak bennünket, és minden tökéletesre akarunk, mindent be akarunk tartani. Lehet tökéletes, illetve kell, tökéletes legyen. Hát, hogyha a tökéletesség fogalmát nézzük, akkor már a gyereknevelésben is ez a tökéletes szülőt felváltott az elég jó szülő, és szerintem a tökéletes karácsony fogalmát is felválthatna az elég jó karácsony, amiben valóban belefér az elrepet beigli, meg az elvesztődött karácsonyfatalp, mert hogyha belegondolunk, akkor igazából ezekből lesznek a legjobb történeteink. Mert hogy az, hogy valami tökéletes azt nem lehet elmesélni, hiszen arról, hogy meséljünk, hogy reggel boldogok voltunk és kiegyensúlyozottak, és minden tökéletes volt, és délben ugyanígy, és estére pedig ott ültünk mindannyian a tökéletes karácsonyfa alatt, mert a következő évben, vagy a következő időszakban ezekből lesznek a legjobb történetek. Ugyan ez... unalmas, ha minden tökéletes imád <laughs> <így> már kiderül. <laughs> Igen, az elkeveredett ajándékok, a véghajrá. És persze elmondhatjuk azt is, hogy engeddel, de ez nem olyan könnyű. Uh -huh. Mert hogy mindannyiunknak a fejében ugye vannak képek, valószínű, ezeket gyerekkorunkból hozzuk, vagy akár még transgenerációsan a saját szüleink hozzák, a saját nagyszüleiktől, meg a nagyszülők a saját dédszüleiktől És ebben az, hogy hogy elengedni azt, ami a családban mindig is ott volt, és mondjuk a beiglés és a, a, mit tudom én, az összes sütemény, a hatféle, meg a, uh -huh. abból egyet is nehéz elengedni. És szerintem ez egy, ez egy hosszú akár önismereti utazás, amikor megtaláljuk azt, hogy mi az, ami igazán fontos. Például akár egy pár életében az első karácsony a sorsdöntő, mert jön a két rendszer, össze kell gyúrni, és abból valamit csak el kell engedni, mert a kettőt ugyanúgy nem lehet követni. És ez szokott amúgy a, a párkapcsolatban is egy nagyon fontos próbatítel lenni, hogy mi az, ami a miénk, mi az, ami a sajátunk, mi az, amit megtartunk a régiből, és mi az, amit hozzáteszünk az újból. És hát igen, hogy össze kell gyúrni, illetve nem csak a szokásokat kell ilyenkor összegyúrni, hanem a családot is, a barátokat, az ismerősöket, a nagynéniket, mindenkit össze kell gyúrni, a két felőről hozott ugye hozzátartozókat, közösségeket, és szinte mindezeknek meg kell felelni, mert hogy az első napok akár már 25-től kezdve azzal telnek, hogy megyünk látogatóba, vagy mi vendégeskedünk, vendégül látunk, vagy a barátok, Hogy hogy már alig várjuk, hogy visszatérjünk a munkába, hogy megpihenhessük. Ezt már többször hallottam. Mennyi az annyi ilyen tekintetben? Vagy hogyan kommunikáljuk le azt, hogy figyelj, most nem megy. És egyáltalán, hogyha felén kommunikálják le, akkor ne sértődjünk meg. Igen, szerintem az egészen más, amikor valaki hazaérkezik valahonnan, hiszen most nagyon sokan érkeznek külföldről, és tényleg itt van ez az egy-hét-tíz napjuk, amikor lehetőségük van a családban mindenkihez ellátogatni, mindenkivel találkozni, akkor ők eleve így készülnek. De mi, hogyha itthon lakunk, akkor ezt az időszakot ezt szerintem be lehet osztani úgy, hogy akár még az új évre is hagyni uh -huh. különböző látogatásokat, találkozásokat, és ez természetesen a határhúzásról is szól hogyha azt el tudom mondani, hogy most az idén akkor ti jöttetek, jövőre akkor mi megyünk, most ezen a napon pihenni szeretnénk, akár 24 az lehet tényleg a családé, és akkor beosztjuk a következő napokat. Úgyhogy ez számunkra is nem megterhelő és egy ilyen kötelező, kipipálandó dolog legyen, hanem tényleg legyen egy örömteli találkozás. Szerintem ez a rugalmas alkalmazkodó képesség, a reziliencia, ez egy nagyon jó szakkifejezés, és ez nem csak a pszichológiai terminusban érdekes, hanem ez a mindennapokban, hogy minden év szerintem más és más, a gyerekek életkori sajátosságai másak. Természetesen, például, akár hogyha mi családunkat veszük, akkor ameddig nekünk nem voltak gyerekeink, akkor mi jártunk a keresztgyerekekhez. Uh -huh. És ahogy nekünk lettek gyerekeink, akkor most uh -huh. ők járnak hozzánk. Vagy akár mi is például beosztjuk azt, hogy egyik évben nálunk van a karácsony, másik évben a testvéreméknél. Uh -huh akkor ugyanúgy be lehet osztani azt, hogy ki az, aki süti az egyik féles másikfélét, másik félét, akár ajándékokban is egy, egy egészséges határszabás, hogy milyen értékig, tehát, hogy ne legyen ez a felülicitálás, mert abban a percben, hogy ezek nincsenek kommunikálva, és ilyen nagyon irracionális elvárások vannak, innen jönnek a félreértések, innen jönnek a frusztrációk, innen jönnek a veszekedések, a, a sértődöttségek. Tehát, hogy sokkal jobb előtte ezeket megbeszélni, letisztázni és a saját határainkat meghúzni. Igen, hogyha ha már az ajándékoknál tartunk valóban, hogy azért tudnak feszültséget generálni, illetve már ezeknek a beszerzése is tud feszültséget generálni, illetve a pénznek a kérdése, a pénz hiányának a kérdése, a problematikája, amikor nincsen, de még úgy is csavarok egyet a pénztárcámon, mert kell. Igazából az ajándékozás valóban annak a gesztusa, hogy figyelek rád, illetve Szeretnélek, meg törődöm veled, de hogy itt is az a kérdés, hogy, hogy mennyi az annyi, vagy feltétlenül kell az ajándékozás karácsonykor, vagy meg lehet más egyébben lepni egymást, az, hogy együtt vagyunk, az, hogy beszélgetünk. Tehát, te mit gondolsz erről? Most természetesen egy gyereknek nem mondhatjuk azt, hogy most élményeket fog ajándékba kapni, mert ő várja a konkrét ajándékot. Akár abban is meg lehet egyezni, hogy a családokon belül csak a gyerekeknek ajándékozunk, vagy akár nagy családon belül lehet tényleg egy olyan élmény ajándék, hogy közösen törtünk egy valamilyen hétvégét, vagy akár egy ajándék utalványt adunk, amit ő majd valamikor bevált. Tehát, hogy, hogy rengeteg módja van ennek, de hogy ez is nagyon-nagyon fontos elvárások szintjén akár letisztázni, hogy mi az, amit szeretnél, mi az, ami nekörülsz. És persze, hogy szerintem az idei év ebből a szempontból is egy, egy kicsit ilyen próbatétel volt, mert mi is ugye egy repülő egyen meg egy utazással ajándékoztuk meg egymást, és mint kiderült, utolsó percben, ugye a karácsony előtti véghajrában rengeteget kellett módosítani rajta, megváltoztak az utazási szabályok, uh -huh. akár uh, rengeteg barátom maradt ott úgy, hogy uh, például azt nem nézték meg, hogy hat hónap az uh -huh. útlevélnek a lejárta, tehát hogy, hogy még ez sem volt stresszmentes például az idén. Tehát azt gondoltuk, hogy na hát akk ez egy milyen jó kis ajándék, de hogy ebbe is ugye befurakodnak azok a dolgok, amelyek folyamatosan változnak az életünkbe. És talán szerintem napjainkban és ebben az egész rohanásban meg az ilyen véghajrában, tényleg mi lehet a legjobb ajándék, mint az, hogy leülünk egymással, beszélgetünk, időt töltünk. Hogy, hogy ez nem a tökéletességről szó, hanem arról, hogy ott vagyunk, és akár elnevetjük az elmúlt évnek a viszontagságait, próbatételeit, társas játékozunk, mm -hmm. mit tudom én, zenét hallgatunk bármit. Valóban így az utóbbi közel két évben azért a közösségnek az, hogy leülhettünk felértékelődött azt hiszem az értéke, vagyis nagyon remélem, hogy most már ez, ez az igazi érték, és nem egyébről beszélünk, mert hogy erre van igazán szükségünk, hogy egy közösségben legyünk, hogy beszélgessünk, hogy egymásra kapcsolódjunk. Igen, viszont az öröm az nagyon sokszor tárgyasult, és ezt a boldogságkutatások is kimutatták, hogy bármilyen nagy tárgyat vegyünk, bármilyen értékben legyen az az ajándék, olyan egy-három hónap között szoktunk ennek örülni, de itt nagy ajándékokról beszélünk, mondjuk autó, lakás, tehát hogy még azoknak is a boldogság értéke maximálisan három hónap. És, és, tényleg az élmény, vagy ez az együtt töltött idő az, amire ugye készülünk, uh, akár a, a, valamilyen közös ünnepnek az átélése. Uh, például mi most uh, az Advent időszakban egy ilyen évtizedes álmomat váltottuk elmentünk és megnéztük együtt a diótörőt. <laughs> és tényleg felültöztünk úgy Budapestről, hogy nem kellett dolgozni, nem kellett másfele futkolászni, ezért mentünk el, beültünk az Opera Színházba, és akkor a gyerekekkel együtt megnéztük a diótörőt. Tehát hogy ez is egy olyan ajándék lehet, ami, ami tényleg arról szól, hogy azt az mint mi közösen átöltünk. Arra biztos, hogy fognak emlékezni 10-20-30 év múlva is, de az 50. babára és a 40. Uh -huh. nem tudom felhúzhatós valamire, arra nem biztos. Bizony, Tehát, bizony. Hogy, hogy ebben is gondolkodhatunk akár, hogy hogy tényleg még a gyerekekkel együtt is lehetnek olyan közös dolgok, ami ami mindenkinek egyféleképpen ezt a boldogság boldogságértéket adja. Sőt, az is nagyon fontos, hogy annál inkább gyengül a gyereknek a kreativitása, meg játékkedve, minél több tárgy veszi körül. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy ebben is a mértéktartás nagyon fontos, hogy akár többen összepótolni és egy olyan dolgot venni, ami, ami mondjuk a gyerek életkori sajátosságainak megfelelő. Uh -huh. És lehet is látni, a gyerekek is kifáradnak ebben az egész ajándékos dömpingben. Uh -huh. Tehát, hogy az, az is egy nagyon élénk kép, hogy általában a gyerek egy idő után már a csomagoló papírra meg a dobozzal játszik, mert hogy túl elöntik az ingerek és túl sok egyszerre. Igen. Tehát, hogy ezt is be lehet Igen. osztani akár. Igen valóban, vagy hogy az angyal kapotyogtatja, vagy nem tudom, hogy ilyesmi jut <laughs> eszembe. Igen, végezetül beszéljünk arról az ünnep szerepéről az életünkben, hogy miért fontos nekünk megélni, átélni az ünnepet, miért jó ez nekünk azon túl, hogy igen, töltődünk, de hogy a lelki egészségünkre hogyan hatnak az ünnepek? Nagyon érdekes, ahogy Márai Sándor megfogalmazza, hogy hogy az ünnepben ugye pontosan a hétköznapoknak a szertartása, meg ez a mókus kereke, az, ami kikerül, ez a megállás, ez a... Ez a tehát olyan, olyan, mint a gyereknek a játékában ez az átmeneti tér, hogy nem a valóság és nem a, csak a képzelet, hanem valahol a kettő között. Tehát, hogy megáll az idő, és, és ott valahogy benne vagyunk abban a pillanatban, persze, hogyha meg tudjuk állítani ezt az időt mert ez csak átéléssel lehet, mert ha nem, akkor felőrlődünk ugye abban, hogy most akkor tökéletes lett valami, vagy elkészültünk, vagy most időre megvan-e, de hogyha bele tudunk helyezkedni ebbe a térbe, akkor tényleg ez, ez olyan lesz, mint egy ilyen kimerevitett kép, egy ilyen fotó, aminek azonban, tehát hogy megvan az ízélménye, megvan a, az illata, és talán ezeket az élményeket keressük aztán vissza, akár a gyerekkorunkból is. Köszönöm szépen beszélgetésünket, de nem megyünk sehová, mert a várva várt sorsolásra kerül sor nem sokára. Mi lehetne jobb karácsonyi ajándék, főként azoknak, akik az olvasás szerelmesei, mint egy olyan könyv, amelyből építkezhetnek, amely önismeretre és környezetünk, kapcsolataink, dolgaink, problémáink megértésére sarkalhat. Ilyen szuper könyveket nyerhetünk, nyerhetnek mindazok, akik az elmúlt időszakban pszichópercek rovatunkkal játszottak. Hogy milyen könyvekről is van szó, kiderül felhívásunkból. Azok között, akik megosztják ezt a videót, hozzászólnak előző műsorainkhoz, illetve témajavaslatokat is írnak, négy könyvet fogunk kisorsolni a kulcsok kiadó támogatásával. Az első könyv az nem más, mint a Popper Péter, a reggel és az este jogája, hogyha szeretnénk ilyen nyugodt pillanatokat csak saját magunknak, ehhez CD melléklet is tar tartozik, úgyhogy bátran forgathatják azok, akik valamilyen módon szabad szabadidőt szeretnek a saját életükben. A következő könyv, ez a, a transzgenerációs történeteinkről szól, ez a nemzedékről nemzedékre, és hogy hogyan is lehet ezeket meggyógyítani a történetmesélés erejével. A harmadik könyv, ez a Szülősebek. Hogyan gyógyíthatjuk meg az életlen szüleink által ejtett érzelmi sérüléseket? Ez lényegében a, a saját történetünknek egyféleképpen az elemzése, meggyógyítása újramesélése. És a negyedik könyv, ami szintén nemrég jelent meg a kulcsok kiadó gondozásában, ez az Elég, kiégtem most hogyan tovább? Füredi Júliának a, a fantasztikus könyve, ami lényegében egyféleképpen egy prevenció is, hogyan előzhetjük meg a kiégést, illetve hogyha már kiégtünk, akkor mit is tehetünk ebben a folyamatban. Úgyhogy játékra fel! tehát ezeket a szuper könyveket nyerhetik meg mindazok, akik pszichopercek rovatunkkal játszottak. Volt egy-néhány játékosunk, ezekben segítségünkre lesz dr. Kádár Anna Mária, pszichológus, hiszen ő mutatta be a könyveket, így nézzük, hogy ki lesz az első nyertesünk. Az első nyertes Szávúj Farcádi Ildikó, ő a Popper Péter reggel és este jogája című könyvet nyertem. meg. Szuper, gratulálunk Ildikónak. Kérlek, tedd magad mellé, hogy azért ne ja. el. -e. És akkor nézzük a második nyertest. Második nyertes, Ugronsalat Imola, Nemzedékről Nemzedékre című könyvet nyerted meg. Gratulálunk Imolának is. És akkor nézzük a harmadik nyertest. Hú, ezek nagyon szuper könyvek, bár én is játszhatnék. A harmadik könyv az Iklandi Boglárkáé, ő a, ugye a szülősebek volt szülősebek. a harmadik, igen, igen, a szülősebek című könyvet nyerte. Gratulálunk Boglárkának is, és akkor jöjjön az utolsó nyertesünk. Jó, meg kavargattam. A negyedik nyertes Márton Zsófia, ő Füredi Júliának az Elég című könyvét nyerte meg. Gratulálok mindenkinek. Hát és akkor nézzük csak meg, hogy hogyan hol vehetik át ezeket a nyereményeket. Igen, a nyereményeket a kulcsuk könyvesboltban uh -huh. vehetik át, és az a dolog érdekesség, hogy mindenik könyvet a kulcsuk kiadó adta ki. <laughs> Tehát mindenféleképpen... Kossuth utca Aki a, nem tudja átvenni személyesen ezeket a könyveket, mi gondoskodni fogunk, illetve az angyalka gondoskodni fog arról, hogy eljussanak a nyeremények, illetve ezek a szuperkönyvek a nyertesekhez. Nagyon szépen köszönjük! Én is köszönöm. És köszönöm a beszélgetést, és áldott ünnepeket kívánok. Áldott ünnepeket kívánok én is a nézőinknek, és neked is.